Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Tovább kell erősíteni a nemzeti függetlenséget, ezt tartja a következő évek legfontosabb feladatának a kormány. Rogán Antal beszélt erről Köcsén, a hagyományos polgári piknik helyszínén, mielőtt Orbán Viktor miniszterelnök szokás szerint zárt ajtók mögött felszólalt a meghívott vendégek előtt. Rogán Antal szerint sikerült megteremteni a nemzeti függetlenséget, a következő években pedig tovább kell erősíteni. Ez a feltétele a további gazdasági növekedésnek, a családok támogatásának, vagy például a nyugdíjemeléseknek. Már délelőtt folyamatosan érkeztek a vendégek Köcsére, ahol idén 19. alkalommal rendezték meg a polgári pikniket. Mint minden évben, idén is szerveztek gyűjtést, ezúttal a Magyar-Német Ifjúságért Egyesület számára. A rendezvényt 2004 óta a Balogh Zoltán vezette, Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi. De alapvetően mégiscsak arról szól ez a mai nap, hogy jól érezzük itt magunkat, mint ahogy minden évben, mert ez egy polgári piknik, egy magárendezvény, úgyhogy a miniszterelnök pedig majd a aktuális politikai helyzetet fogja értékelni, meg a kormányzati munkát, mint ahogy ezt minden évben meg is teszi. A kormányfő délután érkezett meg a Dobozi kúriához, előadását pedig, mint minden évben, zárt körben tartotta meg. 2010 óta eltelt 9 esztendőben először megteremtettük a nemzeti függetlenséget, majd megvédtük azt, most pedig az előttünk álló évek legfontosabb feladata a nemzeti függetlenség megerősítése. A nemzeti függetlenség megerősítéséhez egy erős és sikeres magyar gazdaság kell. Erről beszélte a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal hozzátette, ehhez az a szuverén, önálló gazdaságpolitika vezet, amit az elmúlt években is folytatott a kormány. A tárcavezető úgy fogalmazott, 2010-ben ki kellett fizetni a Gyurcsány-bajnai korszakban felvett hiteleket, és ki kellett tenni az IMF-et. Majd több alkalommal meg kellett védeni a nemzeti függetlenséget, most pedig meg kell erősíteni a szuverenitásunkat. A következő években minden forrást arra fogunk koncentrálni, hogy a gazdaságpolitika szabadságát felhasználva egyébként egy erős magyar gazdaságot teremtsünk. Ez az erős magyar gazdaság a feltétele annak, hogy továbbra is támogatni tudjuk a családokat, meg tudjuk védeni a nyugdíjak értékállandóságát, és értelemszerűen tovább tudjuk növelni a munkahelyek számát. Rogán Antal az októberi önkormányzati választással kapcsolatban azt mondta, a Fidesz-KDNP-nek rengeteg kipróbált polgármestere van, akik bizonyítottak. Úgy fogalmazott, a pártszövetség alkalmas politikusokat kínál az embereknek. Az ellenzék esetében többször látjuk, hogy ehhez képest csak pozícióra törekvő, alkalmatlan jelöltek állnak szembe a sikeres és bizonyított Fidesz-KDNP-s polgármesterekkel. Talán a legjobb példa rá Budapest, ahol Tarlós István személyében a város már egy 29 éve városvezető, nagy tapasztalattal rendelkező ember irányítja, és vele szemben az ellenzéki oldalon három teljesen nyilvánvalóan alkalmatlan bohóc állt fel. Meg kell várni október 13-át, minden verseny, és mindennek akkor van vége, ha vége van. A piknikre érkező főpolgármester nem akart előrejelzésekbe bocsátkozni az október 13-ai választással kapcsolatban. Mint fogalmazott, nem az ellenfeleivel foglalkozik, hanem azzal, hogy mit csinált idáig, és hogyan folytatná tovább. Magyarország is elérheti a klímasemlegességet 2050-re, ezt mondta Áder János a közgazdász vándorgyűlésen. Az Európai Bizottság is 2050-re tűzte ki az európai klímasemlegességet, bár az átlagemberek számára nem egyértelmű, hogy ez mit jelent. Az államfő azt hangsúlyozta, hogy Magyarország nem áll rosszul, hiszen miközben nő a gazdaság teljesítménye, az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent a széndioxid kibocsátás. A paksi bővítés is segít, hogy széndioxidmentes legyen a magyar áramtermelés. Az államfő szerint muszáj javítani az épületek energetikai hatékonyságát, és folytatni kell az erdőtelepítéseket is. Folytatnunk kell az erdőtelepítési programot. Magyarországon ma az erdősültség az 21%, ezt 27%-ra kell növelnünk, és úgy gondolom, hogy ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén Magyarország teljesen reálisan tűzheti ki azt a célt, hogy 2050-re karbonsemleges legyen. Poszttrópusi ciklonként csapott le Kanada Új-Skócia tartományára a Dorian, amely 160 km/h szelet és helyenként több mint 100 mm-nyi esőt hozott magával. A meteorológusok szerint néhány órán belül egyes helyeken még ugyanennyi esett.
A vihar fákat csavart ki és villanyvezetékeket szakított le. Több mint 450 ezer háztartásban nincs áram. Mindeközben a Bahamákon tegnap 43-ra emelkedett a halálos áldozatok száma. A hatóságok szerint még több százan lehetnek a romok alatt. Egy 5,4-es erősségű földrengés rázta meg Kína délnyugati részét. Helyi hírügynökségek szerint legkevesebb egy ember meghalt, 29-en pedig megsérültek. Ezeken az amatőr felvételeken látszik, hogy a rengésben több épület is súlyosan megrongálódott. Az emberek ijedtükben az utcákra rohantak. A földmozgás epicentruma nagyjából 130 kilométerre volt Szecsuán tartomány fővárosától 10 kilométeres mélységben. A kormány feladata, hogy a diaszpórában élő magyarokat is a nemzethez kösse. Erről a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszélt, miután előadást tartott a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének őszi közgyűlésén, és átadta a Hallebergai Ifjúsági Központ új előadó termét. A fejlesztést az államtitkárság 145 millió forinttal támogatta. Potápi Árpád János elmondta, Svédországban 35-40 ezer magyar él, és a következő generációknak is lehetőségük lesz a magyar kultúra megismerésére és ápolására. Magyarország diaszpora politikája az elmúlt években jelentősen megváltozott. Most már mi ezekre a magyar közösségekre úgy tekintünk, mint a magyar nemzet részeire, és nagyon fontos szövetségest látunk ezekben a közösségekben, és fontos az, hogy ezek a közösségek a következő időszakban és a következő évtizedekben is meg tudjanak maradni. Ez minden segítséget próbálunk mi is megadni, illetve nyújtani. Erdélyben több mint 150 ezer magyar diák kezdi meg az új tanévet hétfőn. A központi tanévnyitót a szilágysági Zilahon tartották. A nemzetközi ügyekért felelős államtitkár arról beszélt, az oktatáson keresztül lehet biztosítani a magyar családok fejlődését. Az oktatás, az iskola, a tanerők, mindezek azok a fogalmak, amelyek mintegy hozzáfortak a nemzet és a családnak a kapcsolatához. Együtt vannak, együtt élnek, és ezt pártolja, pártfogója, támogatja a magyar kormány, hogy mindenhol a Kárpát-medencében egyforma módon, egyforma erővel, egyforma lelkesedéssel szépüljön, gyarapodjon családaink keresztül a magyar nemzet. Nyílt napot tartott a Magyar Közút. Minden megyében megnyitottak egy-egy telephelyet, ahol meg lehetett nézni, és ki is lehetett próbálni, hogy mit csinálnak és milyen gépekkel dolgoznak a hazai utakat üzemeltető cég munkatársai. A hókotrók és az úthengerek voltak talán a legnépszerűbbek. A szirénával és a rádió működésével is megismerkedtek a gyerekek a Magyar Közút tatabányai mérnökségén. Az ott a kézifék, van egy sebváltókarú. Az országos nyílt napon pár órára bárki kipróbálhatta, milyen például egy hókotróban ülni. Mindenre felültünk, és nagyon élveztem, és ez köszönhető mindez az apukámnak. Apukád itt dolgozik? Igen. Nem csak a gyerekek, a felnőttek is kipróbálhatták magukat egy-egy szokatlan szerepben. Megtapasztalom, hogy mégiscsak ott simítják el az aszfaltot az úriemberek, úgyhogy igen, nagy élmény. A mérnökség dolgozói ilyenkor személyesen mutatják be mindennapi munkájukat az érdeklődőknek. Minden gépnél ott van a kezelője, tehát tudnak kérdéseket feltenni, hogy pontosan mit, mert ugye vannak olyan cégek, amik esetleg ránézésre nem is derül ki, hogy mi a pontos funkciója. Ki szeretne ilyen kartot? Megyénként egy-egy mérnökség nyitotta meg kapuit ma a családok előtt. Eljöttünk a kicsivel, mert ő nagyon szereti az autókat. Aztán kipróbáltuk a nagy Mercedes-t, a Volkswagen-t, és még a úthengert is. A rendezvénnyel a fiatalok figyelmét is felszeretnék hívni a közutakon dolgozók munkájára. Ez a nap ez arra szolgálhat esetleg, hogy megkedveljék a Magyar Közút munkáját, és később valamikor egyszer visszatérnek ide, mint dolgozók a bejövőbe tévedő vendégek. Szombaton a Magyar Közút több megyei igazgatóságán is várták a cégnél zajló munkák iránt érdeklődőket. A szüret kezdetével a mustgáz veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek. A mérgező gáz a szőlő erjedése közben keletkezik a borospincékben, és ha nem vigyáznak a borászok, akár halálos is lehet.
elalszik a gyertya gyakorlatilag, mert nem kap oxigént, és ezzel észrelhetjük, hogyha mustgáz keletkezett a pincében. Tehát, hogyha bemegyünk a pincébe, nagyon fontos az azonnali szellőztetés, és ha érzékeljük egy picit is a gyertyával, ugye lehelyezzük szép óvatosan a gyertyát a padozatra, és ha ez elalszik, akkor azonnal el kell hagyni a pincét. Alig, hogy visszatért egy 8080 méteres hegyről, már is a következő 8000 méternél magasabb csúcstámadásra indult Varga Csaba. A Kalifa csapat hegymászója ezúttal is a Himalájába utazik. A cél a 8160 méteres Daulagiri. Varga Csaba azt mondta, az előző, másfél hónappal ezelőtti expedíció nagy lendületet adott neki, lelkileg és fizikailag is készen áll. A tervek szerint rövidesen Nepálban lesz, két hét múlva pedig eléri az alaptábort. Megpróbálom ezt is úgymond lendületből, még az előző expedíciómnak talán valamennyire az aklimatizálódásával és erejével ezt végigcsinálni, úgyhogy megpróbálok egy minél gyors, de hatékony expedíciót véghez vinni. Todd Phillips Joker című filmje nyerte az Aranyoroszlánt a 76. Velencei Filmfesztiválon. A Joaquin Phoenix főszereplésével készült produkció már néhány napja a bemutatón is óriási sikert aratott. Percekig ünnepelte a közönség az alkotókat, idén 21 film versengett a fődíjért. A legjobb színésznőnek járó díjat a francia Ariane Ascaride vehette át, míg a legjobb színész az olasz Luca Marinelli lett. A zsűri nagydíját Roman Polanski Vádalom című alkotása kapta.